név, az tovább Patrik. Nagyon veszélyes, és ki fogsz kapni meg. Engem senki nem törhet meg, mert ilyen ez a boxolóvég. Ahogynek szól a ragunk, a tobak neked ront. Remélem felkészültél, mert nagy a gond. Egy igazi harcos, mindenki tudja jól. Az első menet TKO. Ahogynek szól a ragunk, a tobak neked ront. Remélem felkészültél, mert nagy a gond. Szevasztok gyerekek! Szeretnék reagálni a lehetséges ellenfeleim TikTok videóira. Ki okozhatta ezt? Tobak? Norina? Apám? A válasz kevésbé komplikált, mint gondolnád. Na mi zuhan, Tobak? Meg szólal a gong, a kis vörös neked rohant az első menetben egy TKO. Na szevasztok, vöröskék! Ugye van a Róka, a kisvuk, meg van a Pumukli. Amúgy nem értem, fiúk, hogy miért véditek egymást ennyire. Lehet jóba vagytok? Na mindegy, ez a ti dolgotok. A lényeg az az, figyelj ide, Pumukli, Valentin. Ugye azt mondtad te, hogy nem férek bele az imidzsedbe. Milyen imidzsedbe, töki, 17 évesen? Lényegtelen. Ja, azt is mondtad, hogy kézlába nem vállalnád. Hát töki, ilyen női lábakkal nem is ajánlom. Nézd meg! Úgyhogy a lényeg az, hogy te is ugye kerested a kibúvókat, te is ugye arra fogtad, hogy te nálam egy magasabb szint vagy. Elhiszem, hogy a karrieredbe egy ilyen veresség még nem férne bele. Úgyhogy ennyi. Várjál, még valami eszembe jutott. Figyeljetek már ide, vöröskék, egyébként innen is, nagyon szívesen, az a több tízezer lájkot, és azt a több százezer megtekintést, amit elértetek a nevemmel a TikTokon, hogy azért csak beleférek az imidzsetekbe. Na puszi. Wait a minute! Who are you? Edzés közben se hagysz békén, Bandi. Mert tök érdektelen vagy, tesó. Kimentél a divatba, mint a Britney Spears. Úgyhogy ne erőlködj. Majd hívunk, hogyha kell lesz, jó? Szervusz. Most hiába küldözgetitek. Nekem pár nap múlva indul a repülő Moszkvába. Úgyhogy kisebb gondom is nagyobb annál, mint hogy az óvodások között rendet rakjak. Szevasz, Boráros. Először is, amire legfőképp szeretnék reagálni, én nem vagyok óvodás, tesom. Másodsorban, hogyha a Sándor Bandis meccsemben indulsz ki, akkor nagyon nagyon tévedsz, tesa. Igazából elhiszem ön, hogy fiatalon, mert ugye már egy ősküvölet vagy, egy kinőtt cipő lassan, egy dinoszaurusz, erős dinoszaurusz, de már régi. Tehát a lényeg, hogy én vagyok az új generáció, ez az óvodás az új generáció. És hogyha a Bandis meccsből indulsz ki, akkor még egyszer hangsúlyozom, nagyon nagyot tévedsz. Tudom jól, hogy mikor még fiatal voltál az oktagonban, és különféle szervezeteknél egy nagy bunyós voltál, de azt se felejtsd el, hogy én Hollandiában nőttem ki magam, Hollandiában nőttem föl. Én is az M-Fusion-nél, a Big Game-nél, és különféle nagyobb szervezeteknél, igaz, nem MMA-ban, de K1 szabályrendszerben elég szép eredményeket értem el. Az, hogy te ezt nem tartod tiszteletben, az a te döntésed. Reagálnék még arra is, hogy igazából te ugye azt mondod, hogy nem teszel rendet az óvodások közt. Ez egy nagyon jó taktika, már nagyon régóta, mikor az ember arra fogja, hogyha nem mer kiállni valaki ellen, hogy ő nála gyengébb, nála rosszabb. Én ezzel nem értek egyet. A tobak neked ront, remélem felkészültél, mert a gyakon. Egy igazi harcos, mindenki tudja jól, az első menet, mert egy TKO. Tudod a név, az Tobak Patrik, nagyon veszélyes, és ki fogsz kapni meg. Engem senki nem törhet meg, mert ilyen ez a boxolóvég. Megérkeztem!